Éliás Gyula halála az utolsó pár napban szegény már alig tudott beszélni. Budapest gyászolnak a hazai zenészek és rajongók. Csütörtökön elhanyt Éliás Gyula, 65 esztendős volt, ám jó ideje egészségi problémákkal küzdött. Halálhíre sokakat letablózott. Mély fájdalommal tudatom veletek, hogy szeretett édesapám 2020-ban veszítette esze. Te őt alig enyhült a gyász és a fájdalom, most újabb tragédiával kellett szembesülnie. Éliás Gyulát imádott fia Éliás junior is gyászolja. A 70-es évek 2006-ban szenvedett súlyos autóbalesetet, amelyben majdnem elveszítette mindkét lábát, bár a karambol után felépült, a baleset nem múlt el nyomtalanul kora. Mert gerincsorvadása lett, ami minden bizonnyal szintén a baleset következménye, mesélte korábban lapunknak a zenész fia, a 70-es évek sztárlemez. Ott a csípőjével volt baj, vittem mindenhová, sőt még az édesanyját is, aki most 92 éves. Szörnyű lehet megélni neki, hogy elveszítette a fiágyuszi, 2 hete került kórházba, beteg lett, mindig látogattam, kerestem telefonon az utolsó pár. Ó, fejember, folyton zrikáltuk egymást, igazságs.